Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 27-e van Zita névnapja. 225 éve született Morse amerikai festő és feltaláló, az elektromágneses távíró megalkotója. 135 esztendeje született Gróf Eszterházy Móric, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 495 éve pedig a benszülöttek megölték Magellán spanyol szolgálatban álló portugál tengerészt. Most következzenek a legfontosabb hírek, először csak címszavakban. Az új parlament felállása utáni két héten belül megalakul az új szerb kormány, jelentette ki Alekszandar Vučić miniszterelnök, aki egyben bejelentette a koalíciót a VMS-szel. A Magyar Nemzeti Tanács 16. rendesülése. Zombor városában egyetlen magyar kisdiák sem indul elsőbe a következő tanévben. 2%-os gazdasági növekedés várható az idén Szerbiában, mondta a miniszterelnök. Az új kormányt legkésőbb 15 nappal a parlament megalakulása után felállítják, a szerb haladó párt pedig koalícióra lép a Vajdasági Magyar Szövetséggel, jelentette be Alekszandar Vučić. Az is előfordulhat, hogy a haladóknak a VMS lesz az egyetlen partnere, tette hozzá. Az SHP vezetője aláhúzta, eszébe sem jut, hogy 190 képviselőt összegyűjtsön a hatalmi többség részeként, mert az sok kompromisszumot jelentene. A haladók elnöke úgy fogalmazott, kétség kívül megpróbálják bővíteni a vajdasági koalíciót. Vučić emlékeztetett arra, hogy az SHP-nek a VMS-szel együtt már összesen 135 képviselői mandátuma van a köztársasági parlamentben. Imam svoje ustavne i zakonske rokove koje mislim da 3 ili 4 puta skratim sebi. Tako da nećete dugo da čekate na to. Imamo mjesec dana od konačnog objavljivanja rezultata, proglašenja rezultata, mjesec dana za formiranje parlamenta, a zatim imate 3 mjeseca za formiranje vlade, nećete čekati ni 15 dana od tih 3 mjeseca za formiranje vlade. Od trenutka formiranja skupština može se dogodi da to uradimo i u istom danu. 60 esetben nyújtottak be panaszt a köztársasági választási bizottságnak szabálytalanság miatt, először Rányéban és Jagodinában egy-egy szavazóhely eredményeit semmisítette meg a RIK. Most újabb 5 helyen semmisítették meg az eddigi eredményeket, közülük egy Belgrádban, 4 Nizsben található. Ezeken a helyeken valószínűleg 7 napon belül megismétlik a voksolást. A RIK elfogadta az SDP-LDP-VSL szerb-orosz mozgalom, a Muammer Zukorlić listája és a Szandzsáki Bosnyák Demokratikus Közösség által átadott kérelmet, amely szerint szeretnék látni a választási anyagot. A köztársasági választási bizottság legfrissebb adatai szerint a szerb haladó pártra csak nem 1.800.000-en, a demokrata pártra 225.000-en, a szocialistákra pedig 407.000-en voksoltak. A szavazatok feldolgozottsága több mint 98%-os. A szerb radikális párt 301.000 szavazatot kapott, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig 56.000 polgár bizalmát nyerte el a vasárnapi köztársasági választásokon. A szerbiai választási eredmények azt bizonyítják, hogy a polgárok többsége folytatná az unióhoz vezető utat, így vélekedik a külföldi hírügynökségek többsége. Azt, hogy a szerb radikális párt mandátumot szerzett a köztársasági képviselőházban, sokan váratlan fordulatként tartják számon. Az Alekszandar Vučić által vezetett szerb haladó párt toronymagasan nyert a választásokon, úgy tartományi, mint köztársasági szinten. A külföldi hírügynökségek szerint ez egyértelmű jele annak, hogy Szerbia jó úton halad és folytathatja az eurointegrációt. Erről a BBC és a Reuters brit ügynökség is így vélekedik. Az AP amerikai hírügynökség szerint a választások vizsga elé állították Vučić ígéretét, miszerint Szerbiát az Európai Unióba fogja vezetni. A hírügynökség megállapította, hogy a haladók messze maguk mögött hagyták az oroszpárti nacionalistákat. A külföldi közvéleményt meglepte, hogy a Vojislav Šešelj által vezetett szerb radikális párt bejutott a köztársasági képviselőházba. Az ultranacionalista pártnak ez az előző két választások alkalmával nem sikerült. Az AFP ügynökség úgy véli, a kormányzó pártnak meggyűlhet a baja a radikálisokkal, az ellenzék ugyanis elutasítja Szerbia uniós csatlakozását,
és Oroszországgal követel szorosabb kapcsolatot. Az API hírügynökség elemzője szerint Kelet-Európában a Balkánon okozhatja a legnagyobb problémákat a nacionalizmus újjáéledése, emiatt ugyanis a 90-es években 100 000-en vesztették életüket. A híradó későbbi részében még foglalkozunk a választásokon résztvevő pártok reakcióival. Bővülhetnek a külhoni magyarság különböző programjaira jutó költségvetési források a jövő évben. A Bethlen Gábor alap az idei csaknem 12 milliárddal szemben, mintegy 21 milliárd forinttal gazdálkodhat. A 2017. évi központi költségvetési törvényjavaslat szerint a magyar miniszterelnökségen belül a nemzetpolitikai államtitkárság rendelkezésére álló keret az idei 5 milliárdról 6,7 milliárdra növekszik. A gazdaságfejlesztés terület a vajdasági programokra 7,6 milliárd, a kárpátaljai elképzelésekre 5,2 milliárd, az erdélyiekére és a felvidékiekére 1-1 milliárd, a horvátországiakra és muravidékiekre 0,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Emellett támogatás jut majd a magyarság háza programjaira, a határtalanul tanulmányi kirándulási programra és határon túli felsőoktatási feladatokra is. A Magyar Nemzeti Tanács ma 16. rendesülését tartotta a Szabadkai Magyarházban. Az MNT tagjai 48 napirendi pontról döntöttek. Jóváhagyták többek között a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Magyar Szó, a Hétnap és a Pannon RTV, valamint más MNT által alapított intézmények munka és pénzügyi tervét, illetve oktatási témákról is döntöttek. Varga Tamást javasolta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet új megbízott igazgatójának az MNT. A Magyar Nemzeti Tanács ülésén elfogadták az intézmény eddigi vezetője, Gondi Martina által előterjesztett munkajelentést és zárszámadást. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki nagyon agilis, nagyon szeret a terepen dolgozni, nagyon-nagyon-nagyon sok munkát végzettem most is, például ugye a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel közösen most zártuk a színjátszó találkozót, és valóban egy rendkívül talpra esett fiatalembert ismerhettünk meg, ő benne, aki a rendezvényeken és a projektekben egyaránt megállja a helyét. Az MNT tagjai elfogadták a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Magyar Szó Lapkiadó Kft., a Hétnap Lapkiadó Kft., a Pannónia Alapítvány és a Mozaik Alapítvány 2015 évi munka és pénzügyi jelentését. Bozsony István, a Pannónia Alapítvány igazgatója elmondta, sikerült gazdaságilag stabilizálni a működést, kiemelte, a napi tájékoztatás mellett a médiaház jelentős szerepet vállalt a migráns válságról való tájékoztatásban. Tavaly szeptemberben, amikor elérte a csúcspontját itt Szabadka környékén és a határ átkelőknél, akkor a Pannon televízió volt az, amely naponta beszámolt az itteni eseményekről, nem csak a Pannon műsoraiban, hanem a Magyar Televízió, Magyar Közszolgálati Média műsoraiban, beleértve olyan állomásokat is, akik naponta kértek tőlünk anyagokat, az a BBC volt. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke megköszönte az MNT által alapított intézmények munkáját. Értékek, értékmentés, értékteremtés, mindaz itt együtt arról árulkodik, hogy ez a közösség bármennyire sok gonddal, bajjal találkozza magát szembe. Ezek az intézmények nem csak lehetőségeiken, hanem erejükön fölül próbálnak sikereket, eredményeket úgy fölmutatni, hogy ezt a közösséget szolgálják. A testület elfogadta a Szekeres László Alapítvány 2015-ös évi zárszámadását és a 2016-os pénzügyi és munkatervét. Fejsztámmer Róbert elnök kiemelte, hogy az anyaországi kisösszegű támogatások keretösszege idén megduplázódott. Örömmel informálok mindenkit, hogy mai naptól hivatalossá vált, tehát megérkezett a budapesti jóváhagyás a kisösszegű pályázatokra, ahol 611 pályázatból 455 pályázat támogatását talált. Természetesen köszönve annak, hogy az eddig 40 millió forintos támogatás 80 millió forintra emelték a 2016-os évben.
A Magyar Nemzeti Tanács ülésén emellett több oktatással kapcsolatos napirendi pontról is döntöttek. Zombor városában egyetlen magyar kisdiák sem indul elsőbe a következő tanévben. A város területén 690 elsős kezdi meg az általános iskolát szeptemberben. Ez a szám 5-tel kevesebb, mint az előző tanévben. Szerbül 658-an tanulnak majd, magyarul 32-en. A városi iskolába 411 gyereket írattak be, a falvakban 279 elsős lesz. A magyar diákok kivétel nélkül a környező településeken tanulnak majd. Zomborban ugyanis idén egyetlen magyar elsős sincsen. Toroszlón 6, Bács-Gyulafalván 7, Bezdámban 9, Nemesmiliticsen 10 magyar elsős lesz. A korábbi évek gyakorlat alapján a nyár folyamán módosulhat még a beíratott gyerekek létszáma. A végleges összegzés augusztusban várható, bár a magyar diákok létszámát illetően nem kell számítani jelentősebb változásra. Az általános és középiskolai tanulók számára holnap lesz az utolsó tanítási nap, ezt követően kezdődik a tavaszi szünet, amely kedden, május 3-án ér véget. Az Oktatási Minisztérium honlapján az áll, hogy a nyolcadikos tanulók számára június 1-én fejeződik be a második fél év, a többi általános iskolai tagozat pedig június 15-én fejez. A végzős gimnazisták számára május 25-én ér véget az oktatás, míg a harmadik és negyedik osztályos végzős középiskolások számára június 1-én. A többi középiskolás június 22-ig jár még iskolába. A nyári szünet augusztus 31-ig tart. Alekszandar Vučić szerb kormányfő lerakta az IGB Automotiv Conf Kft. Német vállalat új részlegének alapkövét a szerémségi Indián. A német cég leányvállalata 2007-ben alakult Szerbiában. Indián több mint 9 éve tevékenykedik a gépkocsi melegítőket gyártó üzem, amely kezdetben 150, később pedig újabb 100 személyt állított munkába. 4,5 millió euró értékű beruházásának köszönhetően több mint 500 új munkahelyet teremtettek. A miniszterelnök a helyszínen bejelentette, további gazdasági növekedés várható Szerbiában. Kako sam dobio informaciju, i Evropska unija, ali i MMF i Svetska banka već u roku od 10 dana menjaće procenu rasta za Srbiju na više, na bolje, već za ovu godinu od 1,75 ići će se na 2. A ja sam rekao da će biti više od 2, sledeće godine želimo da bude više od 3, 3,5. Posle toga da probamo uz uspešnu železaru i još mnogo nemačkih kompanija da to bude i 4 i onda bismo ubrzanim koracima stizali evropski životni standard. Szerbia célja, hogy 2018 végéig teljesen összehangolja a jogi folyamatokat az Európai Unióéval. Ez szerdán az EU konvent harmadik plenáris ülésén hangzott el, amelyen a szerbiai EU integrációs iroda, az uniós tárgyalócsoport és civil szervezetek vettek részt. Nincsenek komolyabb, nyitott kérdések a stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazásával Szerbiában. Ennek ellenére az országnak továbbra is törekednie kell arra, hogy minél előbb megtörténjen a jogi folyamatok összeegyeztetése az Európai Unióival. A szerbiai európai integrációs iroda már elkészítette az átdolgozott programot, amit Brüsszel igényelt. I očekujemo da će novo formirana vlada, dakle čim se formira, usvojiti revidirani nacionalni program. Naša ciljna godina Republike Srbije je kraj 2018. za potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Molim vas da to ne mešate sa godinama za ulazak u Evropsku uniju. A konvent egy olyan testület, amelyben a hivatalok együtt dolgoznak a nem kormányzati szervezetekkel, és javaslatokat fogalmaznak meg az együttműködés bővítésére, annak érdekében, hogy minél több előrelépés történjen a csatlakozás terén. Tanja Miščević, Szerbia uniós tárgyalócsoportjának vezetője, rámutatott arra, hogy a 23-as és 24-es fejezetekben elért eredmények kétségkívül annak köszönhetők, hogy a civil társadalom is aktív szerepet vállalt. To je jasna uloga uključenosti u svim fazama pregovaračkog procesa uz zadržavanje vrlo ozbiljne mogućnosti kontrole i dalje procene, odnosno usmeravanja celokupnog procesa. A konvent harmadik plenáris ülésén Michael Davenport, az Európai Unió szerbiai küldöttségvezetője, és Maja Gojković köztársasági házelnök is részt vett.
Gojković azt üzente, az előrehozott parlamenti választások eredményei még egy bizonyíték arra, hogy a szerbiaiak az EU-tagság felé vezető út folytatása, valamint azon reformok mellett kötelezték el magukat, amelyeket a szerb kormány eddig folytatott. A Magyar Polgári Szövetség elégedetlen a hétvégén megtartott helyhatósági választás eredményével. Rácz Szabó László, az MPS elnöke mai sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja teljesítette az előzetesen megfogalmazott elvárásokat, amiatt elégedetlen, hogy a szerb haladó párt várhatóan Zentán is része lesz majd a hatalmi többségnek. Az MPS a választáson 3 képviselői helyet szerzett a községi képviselőtestületben, ugyanúgy, ahogyan 4 évvel ezelőtt. Így Zentán mi semmilyen koalíciótól nem zárkózunk el, meglátjuk, hogy mi van. Természetesen bennünket csak is az elvek vezérelnek. Mi nem pénz alapján fogunk koalíciót kötni, hanem akik az elvi rendszerünkbe beleférnek, azokkal tudunk koalíciót kötni, hiszen mi azt állítjuk, hogy nem pénzügyi és gazdasági válságban, hanem erkölcsi válság. Ettől a nagy bajtól szerettük volna mi megmenteni Zentát, ami bekövetkezett és valószínűleg be fog következni. Itt kemény parancsuralom fog jönni, mindent meg fognak változtatni, és hát talán az se lehetetlen, hogy megindul Zenta elszerbesítése. Sajtótájékoztatót tartott ma Belgrádban a Dvéri Szerbiai Demokrata Párt koalíció. Sanda Rašković Ivić, az SDP elnöke szerint a szerb haladó párt szándékosan próbálja ellehetetleníteni az ellenzéket. A Dvéri SDP koalíció az egyedüli, akik kellemetlen kérdéseket tudnak és mernek feltenni a jelenlegi miniszterelnöknek. Szerintük ezért akadályozza minden erővel parlamentbe kerülésüket az SHP. Boško Obradović, a Dvéri elnöke állítja, hogy a szerb haladó párt felelős a 2012-ben történt állítólagos szavazatlopásért, ezért nem szabad megengedni, hogy ez a párt számolja újra a szavazatokat. A Dvéri és az SDP koalíciója éppen, hogy meghaladta a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-ot. Nema prekrajanja izborne volje građana Srbije. Ako se bilo ko usudi da to čini, mi ćemo organizovati građanske proteste i pozvati ne samo naše birače, simpatizere i poštovaoce i glasače, već sve opozicione izborne liste, sve druge učesnike na izborima i čitav narod i građane Srbije da nam se pridruže u otporu jednom vladajućem režimu koji misli da može da vlada falsifikovanjem i novom izbornom krađom. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A migránsok továbbra is a magyar határon át igyekeznek bejutni az Európai Unió területére. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén is megszervezi a Tisza parti majálist. Öngyilkos lett ma egy férfi Szabadkán. A 39 éves AC a Szabad Egyetem közelében lévő kávézója mellett pisztollyal vetett véget életének. Az öngyilkosság délután 2:30 történt, a környéken tartózkodók a lövéssel lettek figyelmesek. A rendőrök és a mentősök gyorsan kiértek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A testet elszállították, a helyszínre az áldozat ismerősei és rokonai is kiérkeztek. A férfinak információink szerint 2 gyereke volt. Az öngyilkosság okáról még nem derültek ki részletek. Súlyos közúti baleset történt ma reggel a délbánáti Keveváránál. Egy autóbusz és egy teherautó ütközött, 16 személy sérült meg, közülük egy a busz egyik sofőrje súlyosan. A sebesült és sokkos állapotba került utasokat a pancsovai és a kevevárai kórházba szállították, de többjüket már kiengedték. Előkerült Miroslav Tométja, a Líbiában elrabolt szerb állampolgár, erősítette meg az információt a szerbiai külügyminisztérium. Egyelőre nincs több adat arról, hogy hol van Tométj. A külügyminisztériummal a Tométjot foglalkoztató német Ferosztál kőolajipari cég közölte a hírt. Várhatóan néhány órán belül megérkezik a munkahelyére. Miroslav Tométjot szombaton rabolták el Tripolitól mintegy 1200 kilométerre, miközben egy olajkutat járt körbe. Nemrég Szerbiában járt, de visszatért Líbiába dolgozni. Veljko Adalović, a külügyminisztérium főtitkára reggel nyilatkozott a szerbiai köztelevíziónak. Elmondta, a német cég szerint az emberrablás nem politikai okok miatt történt, hanem feltételezhetően váltságdíj miatt, habár utóbbit még nem tudták megerősíteni.
Egyre inkább azt látni, hogy például a Balkánon, valamint Líbiából, Olaszországba is újabb útvonalakat keresnek a migránsok, mondta a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Bakondi György szerint ezért is fontos, hogy Európa képes legyen külső határainak megvédésére, és olyan rendszer működjön, amelyben a valóban menedékre szoruló embereket ki tudják szűrni. A nyugat-balkáni útvonal lezárásakor mintegy 2000 migráns rekedt Szerbiában. Az elmúlt másfél hónapban azonban az ország szinte kiürült. A macedón határnál lévő Presavói táborban mindössze 50-en vannak, és ugyanennyien tartózkodnak a horvát határhoz közeli Sídi táborban is, ahol nemrég még 800 fő volt. A migránsok a magyar határon át igyekeznek bejutni az Európai Unió területére. Horgosnál és Kelebiánál sátortáborban élnek. Várják, hogy a magyar hatóságok beengedjék őket a tranzitzónába, és elbírálják kérelmüket. Sajnos nincs felhangolva az arab lant, az alaud, mondja Dia Adouan, de még így is játszik időnként rajta, a többiek pedig hallgatják és énekelnek. A Horgos és Röszke határátkelők között a Senki földjén valóságos sátortábor alakult ki az elmúlt hetekben. Főként irakiak, szíriaiak és afgánok várnak arra, hogy beengedjék őket a magyar hatóságok a tranzitzónába. Three months to leave Iraq. Three months. Turkish, Estiria, Macedonia, Serbia. Okay, Serbia. Sit, Serbia. Serbia to 2 months and twelve days now. A kerítés körül kialakult sátortáborban hozzávetőlegesen 40-en lehetnek. Azt mondják, jönnek hozzájuk az orvosok határok nélkül nemzetközi szervezet aktivistái, és ellátják őket, meg az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai is hoznak nekik élelmet. Stábunk pedig annak volt szemtanúja, hogy a Magyar Állampolgárság és Bevándorlási Hivatal munkatársai osztottak nekik élelmiszercsomagot a kerítésen keresztül. Szerbia! Szerbia, oké! Okay. Kenyeret, kekszet, üdítőt, meg pástétomot kaptunk, mondja ez a fiú. A horgosi táborban főként fiatal férfiak vannak. Azt mondják, az itt tartózkodó családokat átirányították a kelebiai határra. Ők abban bíznak, hogy beengedik őket. Reggel 9 óra van, és a kerítés magyar oldalán megjelenik az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal munkatársa, aki türelemre inti a várakozókat, és azt ígéri nekik, hogy a hétvégéig mindannyian bejutnak a tranzitzónába, ahol 2 hét alatt bírálják el a kérelmüket. Akikkel beszélgettünk, közülük egy sem akar Magyarországon maradni, mindannyian Ausztriába vagy Németországba szeretnének menni. A legtöbb migráns vagy a Sídi, vagy a Presevói befogadó központból érkezett ide a magyar határhoz. Az utánpótlás folyamatos, ugyanis illegálisan továbbra is naponta 150-200 fő jut be Szerbiába, vagy Bulgárián keresztül, vagy a macedón zöld határon át, embercsempészek segítségével. Horgosra autóbusszal, taxival érkeznek, és már nem mennek be a településre, csak a falu szélén látják őket a helybeliek. Innen, hogy vezetik-e őket idegenvezetők, turistavezetők, ezt nem tudom megmondani, de elég sokszor lehet látni őket, hogy határvonalat és telefon nézve követik a GPS jelet. Amikor a magyar hatóságok megkezdték a napi beléptetést, egyszerre felbojdult a tábor. Mindenki fogta a hátizsákját és a bejárathoz sietett arra várva, hát ha ma az ő neve hangzik el, és most már beléphet Magyarországra. Bárkitől is kérdeztük, miért nem fordul vissza, mindannyian azt válaszolták, ahonnan ők jönnek, ott nincs élet. Európába akarnak menni, hogy békében éljenek, mások a családjukat emlegették, amelynek egy része már valamelyik uniós országban van. Ők hozzájuk mennének. Belgium átadta a francia hatóságoknak Salah Abdeslamot, akit a Párizsban elkövetett novemberi terrortámadások megszervezésével vádolnak, írta a La Libre Belgique francia nyelvű belga napilap szerdán. A hajnali órákban teljes titoktartás és különleges biztonsági intézkedések mellett elhagyta Belgiumot a 130 ember halálával, és több mint 350 sebesülttel járó merénylet sorozat egyetlen életben maradt terrorista.
A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén is megszervezi a tiszaparti majálist, az előkészületek már javában tartanak. Vasárnap délelőtt a strandon változatos gyermekprogramok, játékok, kézműves foglalkozások, körhinta és sok más érdekesség várja a kicsiket, de a felnőttek sem fognak unatkozni, hisz kedvükre főzhetnek, hajózhatnak a Tiszán, és finom falatokból sem szenvednek majd hiányt. A majális programjáról ma délelőtt Bodnár Ivett, az önkormányzat turisztikai felelőse tartott helyszíni sajtótájékoztatót. Az ebédidőben a pirosingesek lakodalmas zenekar gondoskodik a jó hangulatról, valamint 15 órától 16 óráig a mutatványosok kreatív nippogon Újvidékről érkezik a műsorukkal. 16 órától pedig a Netkonovár kihívás napja ügyességi vetélkedő kezdődik, amely értékes nyereményekkel várja a játékos kedvűeket. Azon látogatóink számára, akik nem szeretnének főzni a Tiszapart területén, kedvezményes áron kínálunk főtt ételeket a strand területén, és mindezek mellett vidámpark, kirakodóvásár, négykerekű biciklik, bringóhintók bérlésére is van lehetőség. Ökotudat címmel környezetvédelmi csapatversenyt szervezett az Észak-Bácskai Pedagógusok Egyesülete ma Szabadkán. Az általános iskolás gyerekek környezetvédelmi és környezettudatos szemléletét szeretnék így segíteni. A tanulók a prezentációk és plakátok bemutatása után Palicsra utaztak, ahol egy terepgyakorlaton vettek részt. Az Ökotudat csapatversenynek a záró programja tulajdonképpen egy séta volt a Virtu látogató ösvényen. Ugye ez egy nemrégiben kiépített, kialakított tanösvény, amelyeknek három pontját tekintettük meg. Szó volt a védett terület, tehát a Palicsi Természeti Park általános információiról, hogyan keletkezett a tó, milyen védelmi státusza. Év eleje óta készülünk erre a versenyre, és nagyon örülünk, hogy felkészített minket a tanár úr, és hogy eljöhettünk erre. Két feladattal pályázhattak a résztvevők. Előadást tarthattak a lakóhelyük természeti értékeiről, környezeti problémákról, vagy az ökotudatos életmódról, illetve plakátot készíthettek a talaj pusztulásáról és védelméről. Igyekszek a környezetért valamivel többet tenni. Szakkörökön keresztül dolgozunk, minden iskolai év elejétől kezdve, és általában próbálunk aktuális témákat feldolgozni, amivel ugye kevesebben találkoznak, és amin keresztül ők is jobban és szebbé tudják, jobbá és szebbé tudják varázsolni a környezetüket. Vajdaság 8 településéről 14 csapat vett részt a környezetvédelmi csapatversenyen. A legjobb a szabadkai Majsai úti iskola lett. Ők nyári táborozást nyertek. Május 4-én, vagyis a jövő szerdán a szabadkai Jedrán színpadon vendég szerepel a tatabányai Jászai Mari Színház társulata. Az Öldöklés Istene című darabot 7:30-tól tekinthetik meg az érdeklődők, a darab szerzője Jászmina Reza, rendezője Guelménó Sándor. A szereplők Pálfikata, Honti György, Major Melinda és Crespo Rodrigo. Ez egy olyan többszörösen díjnyertes mű, ami méltán nyerte el a 2009-es év legjobb drámája díjat, és azóta is számtalan díjban részesült. Maga az írónő Jászmina Reza, aki azt mondta, hogy ez a színdarab a saját művéről, hogy ez a színdarab, ez pont olyan bohózat, mint amilyen bohózat a mostani európai civilizáció egész története és a mi mostani életünk. Egy nagyon egyszerű alaptörténetből indul ki, az pedig az, hogy egy házas pár vendégül látja a lakásán a másik házas párt, és az apropója pedig ennek a találkozásnak az, hogy a gyermekeik összevesztek az iskolában. És ezt ők kulturált módon akarják megvitatni, és hát ez elfajul aztán egy nagyon-nagyon komikus helyzetbe, abszolút vígjátéki elemekkel dúsított az előadás. Száz nap múlva kezdődik az olimpia Rióban, az ötkarikás játékokra 12 vajdasági sportoló készül. A lista még nem végleges.
Szabadkai és zentani birkózók, palicsi jóbecse és újvidéki kajakozók, nagybecskereki távolugró, mitrovicai diszkoszfető és palánkai élvező is indul a riói olimpián. A vajdaságiak felkészítő táborokban töltik a hátralevő 100 napot. Hárman megyünk az olimpiára a birkózók közül. Én úgy gondolom, hogy egy érmet várhatunk. Hármunktól elmélhetőleg lesz több is. Mi megteszünk mindent, ezt a 100 napot teljes erőbedobással fogjuk edzeni, felkészülni. Remélhetőleg jó sikerül a formaidőzítés, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy esélyünk van rá, hogy egy érmet elhozzunk. Eddig 77 szerbiai sportoló kvalifikálta magát az olimpiai játékokra. A számításaim szerint még 2-3 vajdasági magyar sportoló esélyes, legelőször is a zentai birkozó Báló Petár harcolhatja ki riói vízumot, nekik május elején Isztambulban lesz egy selejtező. Tehát én remélem, hogy még azért 3 vajdasági magyar sportoló ott lesz, és ha a vajdasági sportolókat nézzük, talán még egy 15-20. Az olimpiai láng már múlt hét óta lobog. Május 3-án érkezik meg Brazíliába, ahol több mint 300 városon halad át. Brazíliában a gazdaság és a belpolitikai válság nyomja rá bélyegét az előkészületekre. A versenyhelyszín állapota nem kielégítő a szakemberek szerint. Nem pontos ugyanis a digitális pontozórendszer és az edzőközpont felszerelése is hiányosak. Ettől függetlenül a riói játékok nincsenek veszélyben. A 31. nyári olimpiai játékokat augusztus 5-e és 21-e között tartják, a paralimpia versenyei néhány héttel később, szeptember 7-e és 18-e között zajlanak majd. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az új parlament felállása utáni 2 héten belül megalakul az új szerb kormány, jelentette ki Alekszandar Vučić miniszterelnök, aki egyben bejelentette a koalíciót a VMS-szel. A Magyar Nemzeti Tanács 16. rendesülése. Zombor városában egyetlen magyar kisdiák sem indul elsőbe a következő tanévben. 2%-os gazdasági növekedés várható az idén Szerbiában, mondta a miniszterelnök. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!